A strandkézilabda nemzeti bajnokság harmadik fordulóját, valamint Európa egyik legrangosabb strandkézi klubcsapat tornájának újabb állomását rendezték meg a Lupa Beach-en. A 8. Budapest kupán ezúttal is óriási volt a hangulat. Igazából két tornánk van, a felnőtt torna, ez a Budapest kupa is volt, idén először a Gróz János utánpótlás emléktorna, aki ugye szentendrei női csapat sikeredzője volt éveken át, illetve a válogatottban is sikereket ért el, úgyhogy őt próbáltuk megtisztelni azzal, hogy róla vesztük el. Illetve hát azért vannak ilyen sokan, mert rengetegen jöttek igen Magyarországra és külföldről is erre a tornára. Utánpótlás torna az már tegnap reggel elkezdődött, az véget is ért, a felnőttek telepesre léptek pályára először, és itt holnap estig versenyzünk a legjobb helyekkel. Szokás szerint több mint 30 csapat van, és rengeteg torna van Európában, ezért most viszonylag meglepő módon nem jöttek spanyolok, portugálok, németek, de szerbek és horvátok vannak. Hiszen 32 csapatunk van, 17 férfi, 15 nő, jól emlékszem. Németh Zoltán, a Lupa sportmenedzsere, a Dynamit BHC edzőjeként is szerepelt a tornán. Csapata a negyedik helyen zárta a hétvégét. Én úgy kerültem ide a Lupára annak idején, hogy 2016-ban csináltam először a Budapest kupát, még Budapesten a Népligetbe, aztán a Fradi város építése miatt új helyszínt kellett keresni. Én 16 őszén adtam bele a Bolyi Grendai Károlynak egy új projektje, mint a Lupán, és láttam a fotók, hogy van homokos pálya. Megkerestem, a többi már történelem, és igen, tehát aktív játékos voltam korábban, most a sérülés miatt nem játszom, csak edzősködöm, de az én csapatom a Dynamit BHC, sokszoros magyar bajnok, erre büszke vagyok, illetve sok válogatott játékosunk van, de hát vannak itt nagyon jó csapatok rajtunk kívül is. És kinek köszönhető az, hogy itt ilyen szépen meg lehet és igényesen rendezni ezt az egész sorozatot? Hát egyrészt annak, hogy a helyszín az, hogy az elmúlt évben szépen fejlődött, rengeteget foglalkoztunk azzal, hogy legyen lelátunk, véleményfényünk, homokos pályánk, eszközeink, rengeteg utánpótlás, hogy direkt táborozik nálunk. Örömmel nézem azt, hogy akik itt kezdtek el strandkézilabdázni, most már felnőtt csapatokban játszanak és borzasztó ügyesek. Nagyon komoly bázis vagyunk a strandkézilabdában is, meg a strandrugbiben is, még sorolhatnám. Talán ennek köszönhető, hogy maga a helyszín az csodálatos, közel van Budapesthez, ahol rengeteg minden látnivaló van, és a tó maga önmagában gyönyörű szép. Hát a Lupán nekem az a feladatom, hogy olyan aktivitásokat szervezek, ami nyilván egy üzleti vállalkozásról van szó, ez nem egy non-profit vállalkozás, tehát nyilván minden egyes sportesemény, céges esemény, bármilyen esemény, annak az a célja, hogy bevételt tudjunk termelni. Nyilván ez arra van szükség, hogy tudjuk szolgálni a vendégeinket, és örömmel jöjjenek vissza. Hát büszke vagyok rá, Budapest kupa ilyen, hiszen örömmel jönnek vissza a magyarok és a külföldi csapatok. Gyakorlatilag a kézi szövetséggel együtt bonyolítjuk, adják a szakmai hátteret, mi adjuk a helyszínt. Szponzorunk most nincs, örülnénk, hogyha lenne, de ennek ellenére azért kijön a matek alap végén, és örülök neki, hogyha pluszban zárjuk, de a legfontosabb az, hogy mindenki mosolyog és boldog egész hétvégén. A nemzeti bajnokság női tabelláját jelenleg a Szentendrei NKE vezeti. A csoportmérkőzéseken most is taroltak. A döntőben azonban alul maradtak a Beach Girls-szel szemben. Hát a csapatunk részben változott is, jöttek új játékosok is, vannak sajnos sérültjeink is. Most legutoljára a mi hazai verseny volt a Magyar Kupán vettünk részt, előtte pedig a Masters-en. És hát azért ez egy nyári sportág, hogy tudtok erre a különböző évszakokban készülni? Hát sajnos például télen nem nagyon tudunk, a terembajnokság vége fele már elkezdünk rá edzeni, kijövünk ide, mi itt szoktunk edzeni a Lupatónál, és akkor így. Legközelebb Salgótarjánban az EBT tornán fogunk részt venni. A Lupatónál megrendezett torna óta múlt hétvégén Balatonakaratján tartották meg a Nemzeti Bajnokság negyedik kvalifikációs hétvégéjét. A strandkézilabdázók ezután Balatonboglára, majd Salgótarjánba, végül pedig július 28 és 30-a között Vonyarcvashegyre látogatnak az országos döntőre.